tágabb látogató közönség, tisztelt konzulasszony, kedves alpolgármester asszony, kollégák, diákok, vendégeim, hölgyeim és uraim. Minden tárgyaknak üzenet. Az egyéni kiállítások esetében a kiállított művek a művész életének utolsó periódusát tárja a közönség elé, vagy áttekintést nyújt addigi alkotói életpályájához. Ebben az esetben mindkét állítás helytálló. Beregszász talán senki nem tudta és tudja oly nagy szeretettel megfesteni, mint valami jó. Több mint fél évszázados munkássága alatt sikerült a város oly sok rejtett értékét bemutatnia, amelyet amúgy képtelen felfedezni a mindennapi rohanásban élő városnak. Éppen ezért támadt ez az ötlet, hogy a mai rohanó emberrel is megismerhessük ezeket a rejtett értékeket, a festő csendéleteit, portréjén keresztül sugárzó szeretetet és alázatot, és minél szélesebb körben adjunk teret Beregszász tisztességének. E gondolatok jegyében köszönöm Kovács Lászlónak, hogy rendelkezésünkre bocsátott a gyűjteményének egy részét. És ezúton szeretném felkérni, hogy mondjon néhány szót állatról és a művészről. Garenyi József 1921. március 16-án született Bátyóban. Igazán Beregszászán tartja magát, mindössze 4 éves, amikor a család Beregszászba költözött. Itt állt a gyermekkor aktivitása, itt lett felnőtt. Ismeri a táj minden gyerekkorát. Alkalmakon, amely Beregszász kulturális életéhez egy kicsit hozzátesz, ez is egy ilyen úgy gondolom. Garanyi József nem csak Kárpátalján volt híres festő, de Magyarországon is ismerik a nevét. Elnézve a képeit, azt lehet mondani, hogy Kárpátalja szépségeit festette meg, és néztem korábbi, ami nincs itt kiállított műveit, ahol Beregszászból egy-egy városkép egy pillanat feltűnik. Én azt gondolom, hogy azt szokták bár mondani, hogy nem lehet próféta senki a saját hazájában, de neki talán mégis sikerült, és még egy nagyon fontos dolog, hogy Beregszász és a Kárpátalja és ennek a vidéknek a hírnevét elvitte olyan helyekre is, ahol esetleg soha, tehát emberek ide soha nem tudtak jönni, ugye ezek azok az idők voltak, amikor nem volt olyan könnyű utazni, nem nagyon kaptak az emberek útlevelet, és nem volt internet, amikor megnézegethették volna az itt készült képeket, és így maradt a festészet, és mennyire értékes dolog ez, és hogyan maradt fenn. És ő öregbítette nem csak a saját hírnevét ezzel, hanem ennek a vidéknek is a hírnevét. Én azt kívánom, hogy a feltörekvő ifjúság között, akikre nagyon odafigyelnek ebben a városban, és a tehetségeket gondozzák, reméljük, hogy lesz olyan, aki majd Garanyi József nyomdokába tud lépni, ha nem is rögtön az elején, és tovább öregbíti ennek a várost. Thank you.
leszel.